Idén túl korán érkezett a meleg, már februárban tavaszias volt az időjárás. A növények virágzása is korábban kezdődött, amit az allergiások azonnal megéreztek, a pollen szezon ugyanis 2 héttel korábban érkezett. Ahogyan az a hátam mögött is látszik, az orgona bokrok lassan elvirítanak. De biztosan sokak emlékeznek rá, hogy 10-20 évvel ezelőtt anyák napjára, május első vasárnapjára, a ballagási időszakra nyíltak az orgonák. Idén viszont már április közepétől láthattunk virágzó orgona bokrokat. Az éghajlat változásai a botanikus kertekben könnyebben nyomon követhetőek. Itt Nyíregyházán azt tapasztalják, hogy 2000 óta legalább 10 olyan meleg év volt, amikor korábban kezdődött a tavasz. Az időjárás ilyen irányú változásainak azonban nagyon komoly következményei lehetnek. A koratavaszi növények korábbi virágzása, illetve majd az aszályos időszakok, tehát a nyári aszályos időszakok virágzásának korai virágzása, vagy rövidebb virágzása hatására eltolódnak ezek a szimbiotikus viszonyok, tehát a megporzás viszonyok, a tápláléklánc eltolódik, a szimbiózusok, együttélések nem találják meg egymást, nem tudják egymást segíteni, ennek hatására fajok halhatnak ki a természetbe. A mezőgazdaságra is hatással van az éghajlat változása. A túlzott meleg aszályt okoz, valamint kedvez bizonyos kórokozók és kártevők szaporodásának. Tavaly egyes kártevőknek a szokásos 2 helyett 4 generációja is volt, ami miatt a gazdáknak nagyobb hangsúlyt kellett fektetni a védekezésre. Idén pedig jött a fagy április közepén, ami a megyében több helyen 100%-os kárt okozott. Volt olyan terület, ahol -6 fokig csökkent a hőmérséklet. A lehűlésre számított Dávid Mihály. Az időjós, aki 40 éve készíti előrejelzéseit, azt mondja, idén az átlagostól hűvösebb idő várható. Úgy látszott most az év elején, hogy talán melegebb, de nem. Mert a mostani kis meleg, ami éppen napjainkban talán elér bennünket, ez pillanatig tart majd csak, mert 10-ére már visszaesik a hőmérséklet, és hát 15-e után pedig hirtelen lesz az a koranyárszerű esemény, ami tart egészen az év közepéig. Nagy-nagy kánikulára nem kell számítani. A Dávid naptárt sokan használják a nyaralás tervezésekor, az időjós azonban idén nem kecsegtet sok jóval. Az a meleg, amit szeretnénk, strandolós és kirándulós, vagy üdülős, az a 7., tehát júli közepén. Tehát itt látható. Úgy van, és 8. hó közepén, 10 nap. Ennyinek fogunk körülni, egyébként az egész év hűvös lesz. Csapadék viszont kevés lesz, és nem csak idén, hanem a következő 2-3 évben is, állítja az időjós. Rossz hír a kirándulóknak, hogy Dávid Mihály szerint a csapadékos napok többnyire hétvégére esnek majd.